Nagyon elhatároztam, hogy én biztos, hogy szeretnék gyereket. És nagyon kerestem, hogy ki a legmegfelelőbb donor. És akkor randiztam, de hát ezek a randikat úgy képzeljétek el, hogy odaállítottam az embert az egyik plázához. Szia, igen, nem egymást keresek, tovább. De most amúgy minek húzni az időt, hogy nem? Így van, tehát a nő tényleg azt a bikát, azt a tenyészbikát keresi, aki úgy genetikailag, na, ő jó lesz, és akkor ezt megtaláltam. El tudtad engedni a romantik zenekart egyébként? Hát a romantik elengedése, ez egy nagyon hirtelen törés volt. A Győzőnek elindult a show, és nem volt ideje, tehát nem volt neki arra ideje, hogy most meg annyira lekötötte ez az egész, hogy teljesen B-vágányra tette a zenekart, amit egyébként a mai napig nagyon bán, és bánhatja is. A Győző egy ilyen hülyeség miatt így feloszlott a csapatot. Mi volt a Győző hülyesége? Hát ugye ő vitte a... meg ilyen pénzügyi dolgokon csúsztunk mi meg. Újjáélett a roman. Igen. És megkaptátok a hangulatot, de akkor te már aktív férkeresésben voltál? De persze. Ja, tehát romantik A, az a testi romantik. Igen. Napközben romantik A. Infláció felett kamatozik megtakarítása, ha a prémium magyar állampapírba fekteti. Ez az állampapír garantálja megtakarításának értékállóságát. Az előző évi inflációt mindig meghaladó kamatozásának köszönhetően befektetése nem csak megőrzi reálértékét, de tovább is gyarapodik. A prémium magyar állampapír könnyen kezelhető, biztonságos befektetés kimagasló kamatozással. A részletekért látogasson el az állampapír.hu-ra. Mondjuk neked megvan az orgánumod. Az meg. Na még bátor, add a leállóban. Azért, mert süket vagyok. Nincs hallás? Te ujjad. Nekem meg a hallásom nagyon jó, de a hangom nem. Nem tudom követni, pedig minden, én hallom, hogyha valaki hamis. Aha, nem. Ha egy KFT-t létrehozunk a te hallásodra és az én hangomra. Hát a kettőből együtt egyébként lehet, hogy összejönne valami. Én nagyon szépen énekelek. Aha. Na. Valami csönd. A hová tűnt mai vendége Völgyi Zsuzsi, szia! Szia Zsuzsi! Már elő is kerültél, mert itt vagy. Mi van veled? Hogy érsz manapság? Köszönöm a meghívást először is. Hát én csak pozitív dolgokat tudok elmondani, mert alapvetően én tényleg egy nagyon pozitív ember vagyok, és én nagyon tudok örülni annak, hogy egészségesek vagyunk, hogy a gyerekem egészséges, hogy 5,5 éves. Glória. Nagyon. Igen, ő a Glória, és Glóriával óriási szerelemben vagyunk, és éjjel, amikor megébred, mert mi együtt alszunk ilyen nagyon szorosan összeellelkezve, de hogyha már ezt a karomat így csapkodni lehetne, és levágni így tőből, mert elzsibbad, akkor megébred, és csak annyit mond, kar. És akkor jön a kar. És akkor kérdezem tőle reggelente, mire keltél föl, babám? Nem volt itt a kar. A kar, de a kar, jó. Én vagyok a kar. Úgyhogy mi nagy boldogságban vagyunk így együtt, és egyébként meg én tényleg, én nagyon hálás vagyok, mert minden úgy halad az én életemben jól. Tehát most attól függetlenül, hogy nemrég megtörtént a válásom, ez egy dolog, De nagyon jó irányt vesz az én életem, és mindig úgy gördülékenyen mennek a dolgaim, és nekem nem kell görcsölnöm soha azon, hogy munkám legyen, vagy megkeresésem legyen, mert valahogy a Jóisten hozzám kegyes, én úgy érzem. És amikor 20 éves voltam, akkor is nekem nem kellett soha kilincselgetnem, és castingokra járnom, hogy engem valahová felvegyenek, hanem jöttek a telefonhívások, és én tényleg... Én mindig azt mondtam, hogy az Jóisten leteszi elém ezeket az arany kis köveket, és nekem az a szerencsés helyzetem van, hogy nekem csak ezeken lépdelnem kell. Mit csinálsz most? Hogy zajlik az életed? Most több zenekarban is vagyok, tehát a zene az nyilván folyamatosan az életem része, ebből nem tudok kijönni, nem tudom lezárni. Egy időben volt egy időszak, amikor próbáltam hátrahagyni, maga mögött hagyni a zenét, mert... Az mikor volt? Az a 2007-es év volt, 2007-2008. Mihez köthető? Akkor volt a válság,
és akkor ért véget a romantiknak egy időre az a pályafutása, ugye akkor egy 7 évet zártunk le, és én mindig azt mondtam, hogy ez egy olyan volt, hogy egy 7 éves házasságot lezártunk volna. Mindenkinek ment másfele az irány az életébe, és úgy éreztem, akkor csináltam egy lemezt, egy szólólemezt, nagyon jó szerzőkkel, és rengeteget házaltam, akkor muszáj volt tényleg mennem utána, mert nem volt senki, nem volt egy producer, egy szakember, aki mellém állt volna. Mindenki azt mondta, hogy már idős vagyok 27 évesen, hogy szólók pályába kezdjek, szólók karrierbe. Igen, és végül is megcsináltunk egy teljes lemezanyagot, nagyon jó szerzőkkel, Szabó Zével, Bársony Bálinttal, és számtalan ember állt akkor így zeneileg mögöttem, és mindenkitől kaptam ígéretet, ugye megvoltak még a kapcsolataim, hogy gyárt le hozzá a videoklipet, elkezdjük játszani majd a rádióba. És mire legyártottam a videoklipet, vittem a rádióba, már nem az az igazgató ült ott, és folyamatosan így az orrom előtt így csukottak be az ajtók, amik addig meg úgy nyíltak. És akkor előszerződést kötöttem a Universallal, és akkor is visszavittem a master anyagot, hogy megjelentessük, és mindent, egy teljesen más igazgató ült megint a székbe, és minden, amit az előszerződés tartalmazott, így húzta át, és már azt éreztem, hogy végül is ebbe az anyagban nekem van pénzem, és még a végén az úgy jön ki az egész, hogy még majd nekem kell fizetnem a fellépéseim után a kiadónak. Tehát, hogy hol van itt a gond, hogy egyszer csak már nem annyira érdekes a Völgyi Zsuzsi, mint ahogy az elmúlt, vagy a korábbi 7 évben volt. Hát nagyon nehéz volt. Egyszerű. Hát akkor, amikor ott ez a igazgató így áthúzkodta az előszerződést, és éreztem rajta, hogy itt semmi gondviselést nem kapok viszonzásul, miközben én egy teljes lemezanyagot viszek, egy készanyagot, és az még ráadásul nem is rossz, és nem magam miatt mondom ezt, hanem tényleg nagyon neves szerzők szerzeményei voltak rajta, és akkor azt éreztem, hogy ezt nem csinálom tovább, hogy ez egy széllel szembeni pisilés, és nekem ehhez már nincs erőm, és elég volt, és abba hagyom a zenét. És akkor képzeljétek el, hogy elmentem dolgozni, civil munkára váltottam, és a hulladék gazdálkodáshoz elhelyezkedtem, és én a technológiát mutattam be az egyetemistáknak. Az a típus vagy. Nagyon vicces egyébként ez az egész, mert jöttek az egyetemisták, ugye nekem ezt nagyon meg kellett tanulni, hogy működik a füstgáztisztítás, hogy működik a hulladékégetés. De te neked valaha bármikor is volt hasonló végzettséged is? Nem, semmi ilyesmi. De ebbe belecsöppentem, és akkor úgy éreztem, hogy ez egy jó kis stabilitás lesz, és majd biztos én innen majd nyugdíjba megyek. Aztán utána egyszer csak jött egy barátom, hogy figyelj, nem kaptuk meg a szerződést, mert nem felelt meg az énekesnő, és egy olasz hajóra kellene kimenni, csak 5 hét, kérlek gyere el a meghallgatásra. Hát ha akkor 5 ember nem bukja el ezt a lehetőséget, és ezt a munkát és pénzt. És akkor mondtam, hogy jó, rendben, megbeszéltem, nagyon jó fej volt az ottani főnököm, elengedtek fizetés nélküli szabadságra, elmentem 5 hétre, és akkor azt éreztem, hogy úristen, visszakerültem az a régi életembe, a pezsgésbe, a színpadra. Azt mondják, hogy a hajózás az egy nagyon komoly teljesítmény. Nagyon megterhelő volt, ez éjszakon járt ez a hajó, és egy, tehát azt képzeljétek el, hogy ez egy, akkor egy komphajó volt, és ott minden este ugye felszálltak, az oroszok mentek át Stockholm, Riga, tehát ott fönt ment a hajó, és elképesztő mennyiségű zenével készültünk oda, mert ilyen 5-6 blokkokat kellett játszani, és tehát így bulisztak az emberek, tehát így igényelték, nem lassíthattunk a tempón, és nagyon fárasztó volt az egész, és 5 perces, 10 perces szüneteink voltak, és csak ott a oldalt, a konyhába volt egy ilyen kis megpihenés, és a fiúk tépték le magukról az inget, én dobtam le magamról az ilyen tűsarkú cipőt, és így ültünk, és aztán vissza a színpadra, és megint kezdték, és ugye ott váltakoztak az emberek, tehát nem az volt, hogy lement egy krúz, mondjuk 1 hét, és akkor ott mennek, jönnek az emberek, és akkor néha betévednek a bárba. Nem, ott kőkemény koncertet kellett minden este nyomni, az nagyon nehéz volt. Akkor utána hazajöttem, kifújtam magam. Igen, de közben mégis azt mondtad, hogy visszakerültél. Megint visszakerültem. Tehát akkor a hiába volt nehéz, mégis úgy érezted, igen, hogy ez a te életed? Akkor egy másik hajóra kerültünk vissza, de akkor már felmondtam a munkahelyen, mert éreztem, hogy
hogy már ezt nem fogom tudni csinálni, és ugye visszakerültem a zenébe. És a zene az akkor rájöttem, hogy bármennyire is én akarom taszítani magamtól ezt úgyse fogom tudni eltaszítani. Tehát ez az életem része gyerekkoromtól, ugye ezt tanultam. Mikortól van az éneklés? Mikor lett az, hogy Völgyi Zsuzsi énekesnő lesz? Hát nagyon kicsi koromtól kezdve, tehát igazából én szerintem anyukám még úgy folyamatosan engem kellett kötelezően nézniük otthon, ahogy énekelek, és a videóklippeket utánozom, és tehát, hogy... Kar, jobbra-balra. És hát mivel ugye anyukám nem tudta még akkor eldönteni, hogy most ez egy táncos gyerek lesz, táncos lesz belőle. Látták, hogy mindenképp valami színpadi dolog, mert produkáltam magam, ha kellett, hanem. És hát ugye nem az alkat lettem, tehát gyereknek alacsony, kis husika. De egyébként úgy, a felmenők között volt, aki zenész volt, énekes volt, tehát láttál ilyen példát a családban? Ja, persze, persze. Azért anyukámnak is nagyon jó, hogy benne volt a gyerekkórusban, a rádió gyerekkórusban, tehát őnek is nagyon jó hallása van, akkor édesapám is hangszeren játszik, akkor a dédnagypapám egy bőgős volt, tehát úgy megvolt, de igazából tehát olyan nagy zenész dinasztia csak ugye a dédnagyszülők részéről volt, mert ők rájöttek arra, hogy ebből nem lehet megélni, és hát így a gyerekeit a dédnagypapám eltiltotta szinte a zenétől. Úgyhogy nálam volt szerintem így kiütközőleg így a családban az, hogy tehát engem már nem lehetett visszafogni a zenétől. Nincs Péter. Nem volt. És akkor, amikor ez elindult, ugye nagyon érdekes ez az egész, ezt el kell, hogy meséljem, mert nagyon érdekes így a gyerekkori dolgok, meg hogy a pedagógusok szerintem sokszor nagyon nagyot hibáznak, hogy nem figyelnek oda a gyerekekre, hogy kiből mi lehetne. Én az első 3 évet zenei iskolába kezdtem, és ott nagyon el voltam nyomva. Ott rettenetesen. Tehát ott megvoltak a szülői munkaközösségnek a gyerekei, akkor azoknak a tanárok gyerekei, és akkor a tanárnéni csinálta a falra egy vonatot, és a vonat az úgy nézett ki, hogy kalauz és vagonok. Na, hát én mindig az utolsó vagonban voltam, Zámbó Krisztiánnal karöltve, mert hogy mi egy suliban jártatok? Egy osztályban. Oh. Igen, és hát mi ketten egyébként úgy jól megalakultunk, jó barátok voltunk, és mi mindig az utolsó vagonban voltunk, berakva a kis képünk. És szerintem a gyerekeket ez nagyon demotiválja, hogy sose kerülünk előre, hát mindig hátul vagyunk és ott kullogunk, és a mai napig ezen nevetünk a Krisztiánnal, hogy az utolsókból lesznek az elsők sokszor. És iskolát váltottunk 3 év után egy költözés során, de én ott mindig azt éreztem, hogy én is szeretnék versenyre menni. Engem miért nem szólít fel a tanárnéni? Én miért nem énekelhetek? Én miért nem lehetek? Ja, mert éppen nem tanulok annyira nagyon jól. Jó, hát de hát figyelembe kellett volna venni azt, hogy mondjuk én, nekem akkor váltak a szüleim, 8 éves voltam, amikor különmentek pont az iskola kezdéskor, tehát ezt annyira nem vették akkor figyelembe, hogy lehet, hogy ennek vannak lelki okai is, de lehet, hogy egy kicsit ezt a kislányt előre kéne hozni, mert meg kéne hallgatni, mondjuk. És átkerültem egy teljesen olyan iskolába, ami nem zenei tagozatos volt. Na de hát ott aztán kész, ott így toltak előre, és vittek versenyekre, és onnantól kezdve a versenyeken már azokkal a gyerekekkel álltam szembe, akik a régi osztálytársaim voltak. A vonat voltak. Elejében ültek. Igen, és aztán utána ott kezdtem nyerni kerületi versenyeket, budapesti, tehát egy... Szóval akkor indult szerintem ez el, és nagyon hálás vagyok annak az énektanárnőnek, aki akkor ugye engem... nagyon szeretett, és odarakott erre a helyre, úgyhogy én nagyon hálás vagyok a mai napig, mert hogyha szerintem ő nincs, akkor ez nincs. Oda jöttél a kompról, igen. És megint elmentél hajózni, tehát fölmondtál a hulladékgazdálkodásnál, és mentél egy másik hajóra. Mentem egy sokkal nyugodtabb hajóra, ott már 7-es krúzváltások voltak, és az egy olasz hajó volt. Na most a 7-es krúzváltás az, hogy 7-es váltásban voltak az vendégek. Utasok. Uh-huh. És hát ez egy nyugodtabb és volt, az ott hol nem járt? Kellett. Az a földközi tengeren járt, igen, ez az olasz térséget járta be, görög térséget.
És aztán talán így mentem folyamatosan Karibra, ide-oda, tehát mindig megvolt, hogy... De láttad is a világot közben? Vagy csak a hajókat láttad belülről? Én abban szerencsés helyzetben vagyok, hogy mivel ugye az entertainment tagja lehetsz, akkor kiszállhatsz. Tehát nem úgy vagy, mint egy pincér, vagy egy felszolgáló, akinek tényleg fönt kell maradni a hajón a kikötőben, hanem te, mint utas ugyanúgy, és tehát így tartanak ott, mert... Te tarthatod a kapcsolatot a vendégekkel, ott tehetsz ugyanazokban az étteremben. Hát ez egy paradicsom volt számunkra. Tehát irigykedve nézték azt, hogy mi napközben a hajó órán, amíg vizen volt, mi ott napoztattuk magunkat, és este azt a pár órát azt muzsikálással töltöttük, és nagyon jól éreztük magunkat, és én ott nagyon ragyogtam. Tehát ott volt szerintem életem legszebb pillanatai, így nagyon kiegyensúlyozott voltam, és szerintem akkor voltam életemben a legjobban, harmóniában önmagammal. Mennyi ideig tartott ez a hajózás? Hát ez mindig úgy volt, hogy váltakozott, tehát hogy így elmentem 4 hónapra, hazajöttem, akkor megint így jött a zenekar, hogy Zsuzsi, megint kellene mennünk, tehát hogy így nem görcsöltem ezekre soha, és aztán utána, amikor hazajöttem, akkor egyszer csak már úgy éreztem, hogy na, most vagyok 33 éves, meg kéne állapodni, és akkor ilyen nagyon tudatosan rámentem a párkeresésre, és akkor elkezdtem nagyon komolyan hajtani azt, hogy kik azok, akik szimpatikusak, és akkor randiztam, de hát ezek a randikat úgy képzeljétek el, hogy odaállítottam az embert az egyik plázához, szia, igen, nem egymást keresek, tovább. De most amúgy minek húzni az időt, hogyha nem, már nem, így van. De annyira olyan. Sajnáltam az időmet arra, hogy még egy kávéra is leüljek feleslegesen. Tehát, hogy nem éreztem ezt, hogy időpazarlás. Na, az még nem Tinder volt, érted? Persze. Hát oda kellett menni találkozni. Persze, megnéztük egymást. Jót mosolyogtunk, és aztán utána mondtuk, hogy jó. Engem az érdekel ebben az egészben, hogy azért a romantik zenekar, ugye beszéltünk róla, azért az életednek egy nagy részében ma volt is. Jelen. Igen. De hogy amikor ez a hajó volt, meg hulladékgazdálkodás, meg minden egyéb, hogy el tudtad engedni a romantik zenekart egyébként? Hát a romantik elengedése, az... hát ez egy nagyon hirtelen törés volt, ugye mielőtt a szóló karrier, vagy hát ezt a karrier, nem volt karrier szólóba, tehát amikor a szóló lemezt megcsináltam, ugye azelőtt a Győzőnek elindult a show, és nem volt ideje, tehát nem volt neki arra ideje, hogy most meg annyira lekötötte ez az egész, hogy teljesen bévágányra tette a zenekart, amit egyébként a mai napig nagyon bán, és bánhatja is, mert nagyon sok időt hagytunk ki, egy olyan 5-6 évet, amíg külön voltunk, és aztán utána, amikor akarta a Győző, hogy újra összeálljunk, akkor nekem pont ez a szólólemez a kezembe volt, és én ennek nagyon esélyt akartam adni, és akkor mondtam a Győzőnek, hogy bocs, de most ez nem fog menni, most te hanyagoltál minket, most bocs, de én ennek esélyt akarok adni. Aztán nem jött össze. Akkor mentem a hajóra, akkor hajózgattam, és akkor utána, amikor hazajöttem, akkor a Győző megint mondta, hogy akkor most megint, és akkor Katinka is nagyon benne volt, és akkor mondtam, hogy jó, oké. És akkor 2013-ban akkor újra elkezdtünk együtt dolgozni, és nagyon jó érzés volt újra azt a régi csapatot, ezt a beültünk a kocsiba, és minden ugyanonnan folytatódott. Félretettük a sérelmeinket, mert hát nyilván volt, tehát azért nem volt ez vitamentes az a lezárás, de így zártuk le, tehát egy nagyon hirtelen, sőt, egy lemezanyag volt a kezünkben, amin Katinkával nagyon sokat dolgoztunk, éjszakákat dolgoztunk, és pont a megjelenés pillanatában a Győző egy ilyen hülyeség miatt így feloszlott a csapatot. És akkor az a lemez sosem jelent meg? Megjelent, de úgy nagyon így az emberekhez nem jutott igazán el. És mi volt a Győző hülyesége? Hát ugye ő vitte, meg ilyen pénzügyi dolgokon csúsztunk mi meg. Tehát, hogy... Itt hányat írunk? Az 2007. 2007, tehát ez volt az első szétválás. Igen. És akkor most elmentünk oda, hogy 13, hogy 13 környékén... újjáélett a romantik. Igen. És megkaptátok a hangulatot, de akkor te már aktív férkeresésben voltál? De persze. Ja, tehát romantik A, az a testi romantik. Igen. Napközben romantik A. Keres. Közben, igen. 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 Azért ott volt bennem. A romantik, mint együttes, az kvázi a sikereket tekintve onnan folytatta, ahol a bajtátok. Végül is mondhatjuk így is, de mégsem, mert azért még mai napig az emberekben az van, hogy ti együtt vagytok.
És ezt hát... mi tegnap erről beszéltünk. Igen, hogy nagyon nem egyértelmű valahogy. Jó, nálunk volt nemrég a Győzi, meg a Bea is, mindegy, és ott is szóba került, tehát elmondta a Győzi, hogy igen, van, igen. És működik a romantik, de valahogy még sincs benne szerintem. Biztos azért, mert nem csináltunk új dalt, mert amit csináltunk, az egy feldolgozás volt, ugye a legnagyobb slágerünket dolgoztuk fel újra, azt nagyon sokan nézték, azt nagyon sokan ismerik újra, de hogy effektív olyan legújabb dallal még nem robbantunk ki, pedig nagyon kéne, és most újra dolgozunk a legújabb dalon, és ezért maradtunk még mindig retro zenekar. Oké, de hogy képzeljük el, mennyit lép fel a romantik? Hány koncertetek van? Hát azért ez a nyár, hál' Istennek, most már egész jó volt, tehát itt most nem volt okunk panaszra, mert ez ugye az elmúlt két évben ugye mindenkinek volt. Csak az jut eszembe, mert hogy az elmúlt nyárról beszélsz, hogy nyáron járt itt nálunk Győző, és nem tudom, láttad-e a vele készült videót, ahol nem. Beszélt a betegségéről. Valójában Bea és ő is végig a beteg. Ti erről tudtatok, vagy ti ebben éltetek? Hogyne. Hát a Győzővel mi nagyon komolyan megbeszélünk mindent. Tehát mi nem csak nevetgélni szoktunk ugye a turnék alatt, hanem azért mi mindent tudunk egymás magánéletéről, lelki dolgairól, tehát mindent. Szóval mi jóba vagyunk, nagyon. És hogy látod az ő helyzetét? Ezt ebből neki kell kijönnie, tehát ő neki saját magát kell megráznia, de én úgy látom, hogy ő most már egyre jobban jön ki ebből, és látja az alagút végét, tehát ő nincs annyira nagyon rosszul már. Tehát kezd visszaépülni, ráadásul szerintem a zenekar, a zene nagyon sokat húz rajta, tehát ő nagyon sokat azért megviselődött az alatt, az idő alatt, amik vele történtek, ugye folyamatosan bírósági perjei vannak, és azért ez nyilván mindenkit nagyon megcincál, de én azt gondolom, hogy a zene az egy annyira erős gyógyszer, gyógyír a léleknek, a testnek, a szellemnek, hogy szerintem őt ez most nagyon motiválja, hogy újra dolgozunk egy lemezanyagon, hogy ő nagyon látja ebben a kiutat. Akkor valójában a családja mellett ti vagytok a támaszai? Igen, szerintem azt elmondhatom, hogy mi egy állandó barátai vagyunk. Tehát, hogy amikor megtörtént az a szakítás, akkor sem voltunk annyira rosszba, hogy elfordítsuk a fejünket az utcán. Tehát, hogy, és aztán újra nem tudom ezt elmondani, ez valahogy olyan nagyon érdekes, van egy ilyen kis misztikuma az egésznek, mert mi nagyon sokat jártunk együtt nyaralni, tehát mi rengeteg időt töltöttünk együtt úgy is, hogy a Bea is jött velünk, tehát mi neki annyi minden van mögöttünk, annyi kilométer, és tényleg annyi, akkora szeretet, hogy meg annyi mindent tudunk mi egymásról, ez nagyon sok idő volt, ez 23 éve ismerjük egymást, rengeteg idő. Ott tartottam, hogy megérkeztél a plázába a randihoz, és ott hagytam. Ránéztél, és azt mondtad, séta légzés tovább. Nem kérjük, köszönjük. Igen, és akkor volt az az év, amikor nagyon elhatároztam, hogy én biztos, hogy szeretnék gyereket. Tehát, hogy én nem akarok gyerek nélkül lenni, én... Már körülöttem, ugye a barátnőim már gyakorolták az anyaságot, azért ők idősebbek nálam 1-2-3-4 évvel. Úgyhogy mindig jártam át hozzájuk babázni, és egyszerűen azt éreztem, amikor itt feküdt az a baba, hogy nekem ezt meg kell élnem, én nekem erre szükségem van, és én addig fogok menni, amíg ez meg nem lesz. És nagyon kerestem, hogy ki a legmegfelelőbb donor. Persze viccet félretéve nem donort kerestem, hanem egy olyan társad, férfit, igen, aki úgy mindennek megfelel, tehát minden követelményemnek nagyképűen hangzik, de azért így van. Tehát, hogy azért a nő tényleg azt a bikát, azt a tenyészbikát keresi, aki úgy genetikailag, na, ő jó lesz, és akkor ezt megtaláltam, és nagyon-nagyon gyorsan pörögtek a dolgok, mert képzétek el, hogy azon a szilveszteren én arra kocintottam, hogy jövőre meg lesz,
És 8 nap múlva, január 8-án, akkor találkoztam a volt férjemmel. Nagyon szépen alakult ez az egész, nagyon gyorsan összeházasodtunk. Tehát itt azt képzeljétek el, hogy februárban mi lefoglaloztuk azt, hogy hol fogunk összeházasodni. Hát akkor tényleg gyorsan. Mert... Nagyon gyorsan, tehát január 8-tól februárban. Nagyon hát, tudatos vagy. Ő is akarta, hozzáteszem. Jó, tehát ez neki is megvolt, ez nagyon erős volt, és mert hát volt egy szerződésem, egy 4 hónapos szerződésem, a Karib-szigetekre kellett mennem, és az már egy aláírt szerződés volt, úgyhogy én február végén elmentem a Karibra 4 hónapra, és akkor ő megvárt, és akkor még hazajöttem olyan június, júli körülbelül, és augusztusban akkor megejtettük az esküvőt, és akkor törekedtünk rá, hogy egy család legyünk, és akkor legyen gyerekünk, közös gyerekünk, ami hál' Istennek gyönyörű, egészséges, és össze is jött. És hát ugye belekezdtünk illetve hát én mondtam, hogy mit csináljunk, ő mondott egy másik verziót, belekezdett egy építkezésbe, amiben igazából sajnos nem hallgatta meg a véleményem, és én nagyon magamra maradtam, akkor így csak a gyerek, és nem, egyszerűen nem voltam partnere abban, hogy én azt mondtam, hogy figyelj, most ne csinálj tetőteret, csak csinálj egy pluszobát, de nekem ez az álmom. És akkor elindult ebből egy elképesztő, ő is mást, én is mást, önfejű volt, levette a tetőt, májusban 1,5 éves gyerekkel tető nélkül zuhogott be az eső a házba, de el kellett költöznöm. Elköltöztem édesanyámhoz, vártam. Akkor, de ugye közben ez ugye vitákat is generált közöttünk, tehát hogy ez sajnos itt nagyon megcsúszott az egész. És akkor még mindig tartott, és még mindig tart az építkezése a mai napig. És én ebben nem tudtam már partnerként részt venni, mert annyira a saját álmait, vágyait akarta megvalósítani, és annyira nem az volt az elsődleges szempont, hogy a család vissza tudjon költözni minél hamarabb, és együtt tudjunk lenni, hogy eltávolodtunk érzelmileg, én teljesen leolvadtam, és hát igen, tehát hogy ez sajnos a válláshoz vezetett. Bár nem szeretek egyébként róla beszélni, mert ugye ő nincs itt, nem tudja magát megvédeni, és nem is akarom tehát bántani semmivel, az se az újságcikkekkel, meg semmivel egyáltalán, de hát nyilván az emberek kíváncsiak, még az is, aki lehord kommentbe, de az is elolvassa, tehát kíváncsiak azért nyilván az életünkre, hogy miért, hogy alakult, és hát szerintem ez egy hétköznapi dolog már, ez egy ilyenen elválni, sajnos. Most, ebben a pillanatban, ugye akkor te egy egyedülálló anyukaként neveled. Kar. Kar. Itt a kar. És mi a szakmai életed? Hát közben én iskolákat végeztem, elkezdtem rendezvényszervezői iskolát, megcsináltam, és hát az a szerencsétlen helyzet alakult ugye ki, amikor volt a pandémia, akkor pont az a szakma, ami a kezemben van. Sok rendezvény. Igen, pont a rendezvényeket húzták le, de ugyanakkor meg ugye a zene az egy állandó dolog, és most van egy zenekarom, amiben nagyon élek, és nagyon szerettem, és nagyon fürdőzök benne. Ez egy kvartett, teljesen élő hangszerekkel járunk fellépni, hegedű, nagybőgő gitár, meg egy ének, és a régi magyar slágereket dolgozzuk fel, kicsit Django, kicsit jazz, és elképesztő jól szól például az Eddától az Egyirányú út, hegedűvel, gitárral, bőgővel, tehát most csak úgy mondom, beszélek róla, és kiráz a hideg, szóval, hogy annyira szeretem ezt a dolgot, és hát párhuzamban ugye csinálom a romantikot is, de nekem ez a szerelmem, ez a most a legközelebb álló dolog az én lelkemhez, úgyhogy ez élvez mindig elsőbséget, bocsi romantik, de hát ez van. És ugye van ez az út, és van még tánczenekar is, akikkel rengeteget járok Eger és Heves megye környékén, ott Máté Péter Cserháti emlékkoncerteket szoktunk csinálni. Tehát úgy mindenhol, ahová engem hívnak, akkor én oda nagyon szívesen megyek. És közben a gyerek? Közben a gyerek óvodás,
És közben nagymamám, hát a nagymamája, édesanyám nagyon sokat segít, és nagyon sokat van a mamával, és néha azt érzem, hogy nekem is egyébként a nagymamám olyan volt, mintha lett volna még egy anyukám, és neki is olyan, annyira szereti a mamáját, mintha az anyukája lenne, és a mama egy elképesztő energetikus fiatal asszony, még nincs 60 éves, úgyhogy tök jól részt vesz a gyerek életébe, és nagyon imádják egymást. Hajó nem lesz már? Nem tudok hajóra menni, mert egyszerűen a szívem leszakadna, hogy én kint vagyok a hajón, és a gyerekem meg itthon. És őt nem tudnád vinni egyébként még ebben a korban? Nem, mert a hajó ez egy nagyon veszélyes közeg, ugye az ott dolgozók számára. Ott nagyon komoly biztonsági előírások vannak, tehát ott heti rendszerességgel egy ilyen vészhelyzet esetén egy ilyen drill, így hívják, és akkor mindenkinek megvan a helye, gyakorlatok vannak, igen. Tehát ott nem lehet, sőt, amikor munka van, akkor meg hát kivel lenne, nem lenne felügyelete. És ha már a szív leszakad a válás után, mennyire vagy most bezárkózva? Annyi idő telt el, mert igazából mi, amikor először elköltöztünk a kislányommal, akkor a második éves születésnapját már édesanyámnál töltöttük. Uh-huh. És akkor, tehát akkor már úgy vártam, hogy mi lesz, vártam ott anyukámnál egy évet. Hogy hát, ha ez alatt az év alatt elkészül, és haza tudunk, vissza tudunk menni. És nem tudtunk hazamenni, és aztán utána kezdődött már a gyerekemnek az óvoda, és úgy voltam vele, hogy bizony ez egy nagy felelősség, és óvodát kell keresnem, és nem akarok váltani majd két-három, vagy egy év múlva, vagy másfél év múlva óvodát, és nekem van, hála Istennek, egy jó kis szuper lakásom, amit akkor éppen bérelt egy illető, és akkor szóltam, hogy sajnos menni kell, mert mi hazajövünk, és akkor felújítottam, új bútorok mindenből, új, és muszáj voltam kialakítani a saját kis bázisunkat, hogy a gyereknek meglegyen az a biztonságérzete, nem lehetünk édesanyámnál egy kis szobába, tehát annál már sokkal felnőttebb vagyok, vagy hát annál már megvolt már a külön életem, már a gyerekem előtt is, tehát ezt nem lehet. Úgyhogy szépen kialakítottam a magunk kis életét, és akkor elindultunk. De akkor már annyi időt töltöttünk egyedül, és hát próbáltuk mi egyébként helyrehozni ezt a dolgot. Elmentünk közös nyaralásra, de ahogy kiértünk, ahogy leszállt a repülő, azt éreztem, hogy én ezt már nem bírom, hazamegyek, elválok. Tehát, hogy annyira máshol tartottunk már. És nyitott a szíved egy új kapcsolatra? Mondjuk azt, hogy igen. Vagy hát mondjuk azt, hogy már van is benne valaki, tehát így mondhatjuk ezt is. Tehát sok idő eltelt, azért már lassan négy éve, nem hivatalosan, de 4 éve, ma már hivatalosan elváltam, de 4 éve élek teljesen külön. Azért ez már sok idő. Hát, megtudtuk, hogy hova tűntél, hajóztál, közben castingoltál, a romantik is. Igen. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm én és is, hajrá előre. Köszönöm köszönjük szépen. Nagyon szépen. Nektek köszönjük. Is minden jót és jó egészséget kívánok köszönjük. Mindenkinek, aki figyeli a műsort. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.